Magyarország egyik legfiatalabb formaautós versenyzőjével, Szomszéd Lalival immáron a stúdióban folytatjuk. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Azt már tudjuk, hogy milyen egy átlagos napod a versenypályán, de azt még nem, hogy hogyan lettél te autóversenyző, és egyáltalán mikor döntöttél így? Most vagy 14 éves, mennyi időt kell visszamennünk az időbe? Hát 11 éves koromban kezdtem el egy 1-3-as Suzuki-val körözgetni a Kakucsringen. Na de mi vezetett idáig? Hát kaptunk egy lehetőséget Burkus Egontól, a Swift Cup Europe promóterétől, hogy ki tudok próbálni egy olyan autót, és nagyon sokat segített Molnár Bendegúz, még megtanított elindulni az autóval, megtanított váltani az autóval, és akkor később gurultunk ki a pályára. Tehát volt benned egy ilyen szándék, hogy te szeretnéd kipróbálni, és aztán találkozott ez a kívánalom a lehetőséggel, vagy ez teljesen független volt tőled ez a sansz, amit kaptál? Hát én régebben pilóta akartam lenni, repülőgéppilóta, nem gondoltam, hogy belőlem autóversenyző lesz, de gondoltam, hogy ha már kapunk egy ilyen lehetőséget, akkor kipróbálom ezt is. És milyenek voltak a kezdetek? Hát elég nehéz volt megtanulni autót vezetni, bár elég gyorsan belerászkódtam, és amint megtanultam váltani, elindulni az autóval, már nagyon vártam, hogy mehessek nagy mezőnybe is. Ugye most vagy 14, februárban leszel 15, tehát ugye a B kategóriás jogosítvány megszerzése, az még egy picit ugye arrébb lesz. Az mikor lehet? Mikor lehet leghamarabb? 2 év múlva? Hát 17 évesen kezdtem el, úgy tudom, a jogosítványt, és akkor majd 18 éves koromra meg lesz. Hiányzik egyébként, hogy a hétköznapokon azért nem vezethetsz, csak a versenypályán? Hát igen, jó lenne néha a barátokkal este elmenni valamerre, vagy a városba mászkálni, de hát majd ennek is eljön az ideje. Így van, mint ahogy annak is eljött az ideje, hogy a Formula Renault sorozatban, az országos bajnokságban megszerezted a második helyet, amihez gratulálunk neked. Én amennyire tudom, azért nem sokon múlott, ugye, hogy a dobogó legfelső fokára állj föl a szezon végén. Hát, hogy volt két verseny, ami hát részben nem sikerült annyira, másfelől pedig nagyon izgalmas volt. Igen, a Hungaroringen egy adminisztrációs hiba miatt nem tudtam elindulni a versenyen, úgyhogy már egyből egy 20 pontos hátránnyal kellett kezdenem a szezont. Utána az év nem ment zökkenőmentesen, mivel Grobnyikban is volt egy hiba az autóba, emiatt leszakadt a hátsó szárnyam, így ki kellett állnom, amíg a szerelők leszették a hátsó szárnyat, és csak utána tudtam folytatni a versenyt, de elég nagy hátránnyal. Voltak még nehezítő körülmények ezen a versenyen? Időjárás? Ugye Red Bull Ringen nagyon esett az eső, én formaautóval még sose mentem esőbe, úgyhogy az is hozzá kellett szoknom, és ugye ez egy verseny közben kezdett el esni az eső, úgyhogy ott kellett megtapasztalnom, hogy milyen esőben menni formaautóval. Milyen mondjuk G-erők hatnak rád egy formaautóban, és mi a csúcssebesség? Mesélj kérlek ezekről, amiket így 14 évesen mindennaposnak tekintesz most már egy formulautóban. Hát elég nagy G-erők hatnak, főleg kanyarokban és féktávon. A gyorsulás is nagyon egy ilyen autónál. Hát általában a végsebesség olyan 210 és 220 km/h között szokott lenni. Mi az, vagy melyek azok a területek, amelyek vonatkozásában javulnod kell, és mit gondolsz versenyzőként, mik az erényeid most itt 14 évesen, majdnem 15 évesen? Hát szerintem még versenyeken... újra kezdhetjük, légy szíves. Itt átgondolom. Már mondhatod is. Ugye a versenyeket picit a végére mindig elfáradok, amiken most már javítani is fogok, és tudom is, hogy mivel tudok javítani, hogy ott legyek végig a versenyen fejbe. Szerintem az időmérőket is nagyon jól összetudom rakni, általában mindig első-második szoktam lenni, kivéve, hogyha nincsen valami kis baki, de a legrosszabb hely is az időmérőn idén a harmadik helyezés volt. Úgyhogy majd jövőre is szeretnék fejlődni így a versenyek kapcsán, és az egész versenyt 100%-osan teljesíteni. Milyen versenyeken láthatunk majd téged jövőre? Hát jövőre ugyanebben a kategóriába fogok menni, és ugyanennél a csapatnál,
csak egy... Ugye a Gender Racing Teamről, igen. Ezt nem említettük, igen, bocsánat. Igen, a Gender Racing Teamnél fogok jövőre is versenyezni, és még szeretnék sok éven át itt a Genderéknél versenyezni. Úgyhogy csak jövőre már egy erősebb autóval fogok menni, egy kormányváltós autóval, ami mind aerodinamikailag és mind motorilag egy picit erősebb, mint az előző. És mik a távlati céljaid? Persze tudjuk, hogy az autósport nagyon összetett dolog, meg nem is tudom, részben kiszámíthatatlan, meg sok minden tényezőnek kell stimmelnie ahhoz, hogy az ember álma valóra váljon, de hát azt gondolom, hogy azért már 14 évesen elértél sok mindent, úgyhogy csak pár éve versenyzel, szóval bátran kimondhatod, hogy mik az álmaid és a távlati céljaid. Hát igen, mindenképpen szeretnék nemzetközi szinten versenyezni, ugye ehhez majd találnunk kell szponzorokat és támogatást, és mindenképpen szeretnék akár a Formula E-ig eljutni, vagy akár egy Le Mans-i 24 órás versenyen indulni. Lali, szurkolunk neked. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá. Nagyon szépen, köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, maradjanak velünk, maradunk még mindig a gyorsasági szakágnál, visszatekintünk a Hungaroringi verseny hétvégére.